Kedves nézőink, nyírbátori sportolók arcképcsarnokának mai vendége Bakó Attila, régi futballista, bár a haja már megőszült Attila, de hát ugye mi a mi emlékezetünkben úgy érsz mindig, mint egy aktív futballista. Néhány dolgot azért a családdal kapcsolatban beszéljünk meg, mert ti nem törzsgyökeres bátoriak vagytok, úgymond, a szüleid költöztek ide Nyírbátorba. Erről néhány szót, hogyha mondanám. Hát igen, tulajdonképpen mi Gulásról költöztünk ide Nyírbátorba 1959-ben. De a szülei nem de van, a szüleim Túricsi születésének, ott is laktunk, és onnan ilyen vándor utat csinált, vagy mint a vándor komikusok mentünk, mert az édesapám a munkájának fogva mindig máshol helyezték, és akkor mondjuk, mi követtük. Volt, és akkor igen, posta, helyezték. Oda ment mindig, ahol család, üresedés volt, vagy szülésére elmentek, vagy valami miatt helyettesek, és oda költöztünk, és akkor így zajlott életünk, és akkor Túricse, és onnan Gulácsra, és Gulácsra jöttünk ide 1959-ben. Hát bizonyos foglalkozásoknál ez természetesen a vándorlás. Így van, mint a határőrségnél, vagy a honvédségnél is, a rendőrségnél, ahova helyezik a családfőt, oda megy a család. Így van. Ugye? Viszont ti már törzsgyökeres nyírbátorinak számítottak, még akkor is, ha Csaholcon születtél. Így van. Ott születtem, és idejét is mondván, hogy 1951, az nem tudom, hogy 06-03-án születtem, és Csaholcon is. Érdekes, különben. Igen? Mondjad, hogyha elér, és hogyha... Nem, hát csak ezt, hogy akkor születtem, és akkor nem ez a ideindulásunknak az végállomása volt, hanem ugye végül is Gulácsra jöttünk, ott Gulácsra, voltunk persze. Utolsó. Az egy állomás volt. Állomásunk, ahonnan a család, ide költöztünk, éjszaka egy vontatóval. Most a Túricse, Gulács, Csaholc, ezek a fekete földi települések, ugye, mert úgy hívtuk ezt, úgy neveztük régen. Igen. Azért érdekesek, mert arról a vidékről, vagy nevezzük úgy, hogy fehérgyalmati járásból, igen, nagyon sok egészen kiváló futballista jött Nyírbátorba. Így van. Mondhatni így. Mondjál neveket. Például Iski Laci, aki még rokonom is, igen, a rokonságokkal. Lőrinc Sanyi, aki a király volt a nyírbátori futballban. Igen, ő is akkor. Szegedi Gyuri, aki magyar ifjúsági válogatott futballista volt. Igen. És még rajtuk kívül is számosan, Pester Sanyi, hogy csak a legkiválóbbak közül néhány. Igen, mind Fekete Föld, és ezek szerint, hogy úgy látszik, a Fekete Földön is teremnek, vagy lesznek jó futballisták, vagy most Attila, amiért ezt felhoztam, és amiért beszélünk róla, mert nem másért, mert kicsi korodban már elhatároztad, hogy te nagy futballista leszel. Hát igen, mindenki van valami álma. Nekem a futballt választottam, hogy ez lesz az álmom, és ez majdnem odáig menne, hogy ebből fogok megélni, ebből szerettem megélni. Tehát olyannyira olyan tervény voltak, ami ugye már, hát sajnos ebből csak ilyen... Egyébként profi gondolkodásmód. Igen, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen... Bűnkös gyerek király, nem is a jó szó, hanem mint a kérész addig. Tehát ilyen, kérész mint a, élet? Igen, hogy a, mint a kérész, a rövid életű, meg minden, igen, és igen, akkor erre nem gondoltam, hogy ez így fog végződni, de legalább a terv megvolt, hogy volt ilyen vágyam, aztán a sors ezt ketté úszta meg. A család nem csak azért érdekes, hogy másonnan a gyarmati járásból került ide Nyírbátorba, nem azért is, mert ti öten voltatok, igen, most már sajnos csak múlt időben. Most már hárman vagyunk, csak öten voltunk. Öten voltatok testvérek, négy fiú, egy lány, és a négy fiú nyírbátori futballista volt. Igen, minden négyen futballoztunk, igen. Na most ismereteim szerint, ti vagytok az egyetlen olyan család Nyírbátorban, az egész 100 éves nyírbátori futballtörténetben, ahol négy futballista fiú volt. Hát igen, lehet így mondani, igen, volt. Egyszer volt, hogy hárman játszottunk a csapatba, egyszerre, három, de ugyan minden négyen rá lehet mondani, hogy igenis, minden négyen a akkori Spartacus színeibe futballoztak. És mind a négyen kiváló futballisták voltak. Hát igen, azt mondják a nézők. Nem kellett a labdának bemutatkozni. Igen. Innen is mertem ezt az egész dolgot, hogy
tovább gondolni a sorsomat, meg az életemet, hogy innen akkor persze. Most már megpróbálkoznánk ezzel a vonallal, hogy akkor ezt tovább vinni, de aztán kegyetlen sors ezt így ketté. Nagyon korán, talán 14 éves korol körül már igazolt futbolista voltál, így van. És játszottál az IFI-ben. Igen. Na most, mivel nemrégen Kovács Feri volt a vendégem itt ebben a stúdióban, vele már beszélgetünk róla, hogy egy egészen jó ifi volt, egy nagyon jó évjárat volt, de vannak olyan korosztályok, amelyek 10-15-20 évenként jön hozzák felszínre azt a tehetséget, amiről álmodunk mindig. A ti korosztályodok olyan volt. Emlékszel még az ifista társaidra? Hogy mondjam, itt a környéken mindenkit megvertünk, levertünk, úgymond. Az akkori Dózsa volt, egy Dózsa csapat és a városnak, akkor nem tudom, akkor is város volt már, hogy bementünk a laktanyába, ott is játszottunk mérkőzést, és megvertük őket, ott is, itt a pályán megvertük őket, hogy a gerencsér, a parancsnokok őrjöngött, hogy egyszerűen még mindig megvertük őket, nem tudtak meg. Olyan ifi csapatunk volt, hogy... Hangsúlyozunk, hogy ifi csapattal vertük meg ezeket a csapat. Igen. Hívtak bennünket mérkőzésre, hogy nem úgy mondta, hát majdnem olyan, mintha bemutat, de olyan jó kis összeszokott társaság volt, hogy... Ha kezdjük csak akkor a kapuval, ki volt a kapusotok? Kálmáncei Feri, aki ugye később a Spartakusz NB1-es játékosa volt. Aztán nézzük tovább. Szabó Feri a hátvédsorban, Bala János volt a bal hátvéd, Szala Járpi, Nagy Béla, aki később átment kézilabdába, ott nem kell annyit futni, azt mondta, és átment kézilabdába, és a kapuba ráadásul. És akkor a csatársor meg olyan volt, ugye akkor volt ez a VM rendszer 3-2-5-ös, hogy a csatársorunk úgy volt, hogy Munkácsi, Tamás Várnagy Laci, Baranyai Gabi, én és Kovács Feri volt az ötös fogat, aki. Tehát na most mindig ilyen... Ehhez hozzá kell tenni, hogy ebből a csapatból két vagy három fő kivételével később mindenki a személy csapatba is bekerült. Így van. Tehát egy ifi csapatnak az erejét, tehetségét az mutatja meg, hogy közülük hányan kerülnek fel. Igen. Tehát igen, és úgy sikerült, hogy már nem tudom, úgy mondom, 16 éves se voltam már, mikor így a nagyok közé bekerültem, egy fél időre ugyan, és akkor... A nagyok közé mondtam. Úgymond, igen. És tényleg nagyok voltak. De nagyok, hogy a Mici Karcsi, meg Karácsony Gyorska, aki neve volt a, még talán országos szinten is, nem csak nyírbátori szinten. És ugye ezekkel, hát na, élmény volt végül is. Meg egyáltalán, hogy ide már bekerültünk, hogy félgyőr is, de játszottunk. Akkor volt olyan mérkőzés is, amikor bekerült egy egész mérkőzés, végigjátszottam, és ötös számmal játszottam, és akkor annyira bejött olyan jó sikerült a mérkőzés, hogy egyszerűen mindenki a kis ötöst emlegette egész mérkőzés. Attila, bocsáss meg, igen? Ma már nem igen tudják a nézők, vagy csak azok, akik bizonyos kort megéltek, hogy akkor a számozás 1-től 11-ig tartott. Így van, tehát így nem van. Volt a 99-es, meg 196-os számok. Igen. Ugye a posztok szerint igen. Mentek az akkor a bátyám, én voltam a jobb összekötő, vagy jobb half, úgy mondtuk, vagy a bátyám meg a bal half. Ez a igen, kettes az igen, a VM rendszerben, és akkor nagyon bejött, nagyon jó jött, és akkor... Ja igen, meg az elején az volt, hogy ugye nem ismertek már még a jegyszerők úgy annyira még az ember, mint ifistákat, ugye akkor még az ifi meccsre nem sok néző jött, mert nem szedtek belépőt se, mindenki jöhetett, aki akart, és én már ugye mivel nem az ifibe kezdtem, később kellett jöjjek a mérkőzés, és a jegyszerű nem akart beengedni. Hát azt mondom, mi? Mondom, én itt játszok. És akkor oda kellett lenni az egyik másik rendező, bizonygatta, hogy igenis, hát én az vagyok, én ott. És nem akar, nem ismer fel, valóban, ezt elfelejtettem mondani. És úgy kerültem be. Igen, hogy bejár. És akkor történt az adon, és akkor nagyon jó bejött ez a mérkőzés, és akkor másnap szinte, hát úgy mondjam, olyan népszerű lettem ez az egy mérkőzés után, hogy gyerekként szinte, hogy az idősek is szinte előre köszöntek annyira. Tehát aki megismert, meg felismert, és teljesen, meg jó érzés volt nyilvánvaló, de nem gondoltam, hogy ez nem folytatóan így lesz. Igen. Tegyük hozzá, hogy akkor nagyon nagy közönség volt Nyírbátorban a foci meccsen. Igen, teljesen. Körbe volt a kerítés, és minden körbe állt. Hogyne, persze. Itt mindenki jött, még a
kismamák is jöttek, a babakocsi, mindenki a meccsen volt, mert ugye ez szent volt, egy vasárnapi mérkőzés, amit jó volt. Ez így volt mindenkorban, így van ma is, hogy aki nincs haragban a labdával, vagy mondjuk úgy, hogy jó barátságban van a labdával, arra könnyen felfigyelnek. Rád oly módon is felfigyeltek, hogy bekerültél a megyei ifjúsági válogatott keretbe. Igen, igen. Másod magaddal. Igen, Kálmence Ferivel kaptunk meghívást, és akkor hát vagy két edzésen tudtunk részt venni, mert hétközben kellett menni egy edzésre mindig. Igen. És akkor Kálmence Ferinek eltört az ujja, én is valamilyen, akkori még nem ez a nagyobb sérülés, kisebb sérülésre. Lényeg az, hogy kiestünk a keretből, mert ugye sérülten ugye nem tudtunk részt venni tovább, és akkor az élet ment tovább, mi lemaradtunk, kimaradtunk. De ugye Feri legalább neki jobbra fordult a sorsa később, mert ő bekerült a Spariban Nyíregyházára, és akkor ott elég sok mérkőzés játszott, meg sok évekig volt. Meg egy új törés egészen más, mint igen, egy térd, vagy egy akármilyen más végtagsérülés a mezőny játékosnál. Lehetett volna még belőled másképpen is híres futbolista, álmaid beteljesülhettek volna, mert felfigyelt rád a Ferencváros is. Hát igen, mert voltak itt vendég játékon. Akkor rendszeresen és akkor rendszeresen jöttek hozzánk a délcsapatok. Így van, így van. És ugye, hát ezek szerint csak valamilyen szinten láttak valamit, és akkor kaptam meghívást, mint utólag derült csak ide, hogy menjek fel próbajátékra. Kit fogtál azon a meccsen? Varga Zoli voltam. Ma már sokan nem is tudják, hogy ki volt a magyar futball egyik legnagyobb zsenie. Hát, hanem a legnagyobb. Szóval a lényeg az, hogy tényleg úgy volt, hogy nem tudom, mondjam ezt a dolgot is, hogy ugye valamilyen oknál fog sikerült átcseleznem engemet, ugye a Zolinak, és akkor hát ugye mit ilyenkor az ember felrúgja, vagy na, mit, szép szóval, tehát szabálytalankodtam vele szembe, és akkor ugye elesett. Gyorsan szaladtam, fogtam a kezét, és segítsen felfelé, nehogy megsértődjön, vagy valami baj. Tehát ezeknek az embereknek megtiszteltetés volt még ezek az embereknek a kezét. Még a közelsége is. Így van, egy ilyen sztár, tényleg igaz, olyan, nem is tudom, hogy ki, a mai közül kihez lehet hasonlítani, nem is tudom, de nagyon. És akkor ugye megfogtam, felejtettem, és a közönség kiabált, hogy azért rúgtad fel, hogy megfoghassd a kezét. Igen, ha még azért is, de ezek az emberek olyan szinten voltak, hogy igenis megtiszteltetés volt, megfogni a kezét is, akár is felsegíteni. De hát az egy labdasöny, hát amellett még mellette menni is élmény volt, hogy megkövetni, amit azt produkálta. Egyébként érdekes, ha már a falai szóba került meg az, hogy lehetett volna egy ilyen lehetőséged is, hogy ezek a nagy csapatok figyelték a kis csapatokat, és akik ott feltűntek, hát nem csak te voltál az egyetlen, Kálmánchelyi Feri is, őt le is igazolta a Ferencváros, bár bajnoki nem védett, de barátságos mérkőzéseken többször védte a Fradi kapuját. Igen. Ugye te lettél volna a másik olyan játékos, hát, és abból az ifjúból. Igen, akkor. Amit felsoroltál az előbb. Igen. Igen, mert jött a meghívás, hogy menjek próbajátékra, de aztán elmaradt mégis, mert ugye lebeszéltek róla, hogy nem menj te oda, nem való az neked, meg majd úgyis csinálnak vidéki, meg mit tudom. Tehát ilyen, ott is mentek ezek a harcok, ezek az ilyen belső viszályok, és így aztán és vagy elmaradt. Volna, vagy igen, nem. Hát ez benne volt a pakliban, de aztán le is beszéltek, maradjak itt, hogy jobban járok itt. Hát, mint utóbb kiderült, nem igazán. Nem jártam jobban. Igen. Mert volt neked egy súlyos sérülés. És ráadásul igen, és akkor edzésen sérültem meg, amit ugye az autó is, hát minden, bánnak is, de egy olyan ártalmatlan dologból is olyan súlyos sérülés, szinte honnantól kezdve utána már úgymond vége lett minden. Ott érdemnek. Érdem szétmentem. Ráadásul a mai napig is érzed ennek a következményét, mert azt már soha nem lehet. Nem, soha nem lehetett visszaállítani eredeti állapotában, így a futball karriered, ami nagyon szépen indult, és nagyívűnek indult, igen, tulajdonképpen ketté is tört. Így van. De a futballtól nem szakadtál el, mert maradtál a csapat mellett, volt, mint technikai vezető. Igen, Somogyi Jóska, meg Horváth Pistán, vagy főképp itt voltunk, meg ugye Kis Zoli is benne volt, akkor abban itt az elején ebben a dolgokban, és akkor hát jártuk, akkor a jók is bejártuk a
Ország fiúk is csapatunk volt az akkori MB2 csapat, és akkor az még, mondjuk az nem mostanában egyenértékű, de akkor is odáig eljutni, meg harmadik helyig jutottunk azt hiszem akkor el. És meg egyáltalán ugye jó élmény volt utána továbbra is itt köztük lenni, meg így ebbe a közegbe, ebbe a futball közelébe lenni, meg mert valahogy az ember, hogy megszeretett valamit, azt igazából nehezen tudja elfelejteni. Egy kicsit azért csak gondoskodnék, mert ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy mennyire szenvedélyes volt a futball. Mostanában mit kell látni széged a pálya környékén? Hát az az igazság, hogy tényleg ritkán vagyok. Úgy vagyok vele, hogy nem járok ki most már. Még mikor az MB3-as csapat, még akkor mint nézőként kikijártam, utána már teljesen. Tehát, hogy nem tudom, hogy talán még, hogy nehogy felkavarodjanak ezt a régi, hogy inkább még emiatt is távol maradok, meg aztán több oka van, úgy nem, mint valamikor ez szent volt és érdetlen. Ki kell menni. És akkor, hát ugye... Ahogy neked jó volt a közönség annak idején, hát igen, a maiaknak is igen. Jó, hogyha ott nézik őket és igen, meg is lehet, hogy igen, lehet, hogy nem jó döntés, de hát... Hát, ha még lesz, akkor ilyen vagy jó. Viszont az életben szépen simán alakult a sorsod, mert egy olyan szakmát tanultál, amely neked munkát adott, és egész életedre munkát adott. Erről, hogyha mondanál néhány dolgot. Hát igen, mikor elvégeztem az általános iskolából, végeztem, elmentem a titászhoz, mentem tanulónak, mint villanyszer tanulónak, és akkor ott onnantól kezdődött a... Akkor mi volt Nyírbátorban titász kirendeltség? Volt, igen, volt, hogyne. De nem a Szentvér utcán. Még akkor nem. Itt a Városháza pincében volt, két helység volt kijelölve, egyik irodamás, műhely, és itt még nem sokan voltunk, és akkor amikor felépült a mostani, ahol most jelenleg a Dohányból ott van, meg a kocsimosa volt a Szentvér utcán, ott volt az a épülettömb, az egy négy lakásos lakásnak épült, és a felső szint megmaradt lakás a két főnöknek, alul meg műhely alakult ki, meg minden, és akkor oda költöztünk el, 68-ba. És ez egy olyan szakma, ahol sokat kell menni. Hát sokat kell menni, sok éjszakát töltöttünk, meg ünnepet a határban, meg az éjszakában. Hát igen, és ha van egy nagy vihar, igen. Akkor rengeteg kár is keletkezik. Mondta főnökünk, adjain ez a Varg Elek bácsi, hogy nekünk akkor kellett menni, mikor a más a kutyáját a két ajtó közé zárta, mert ugye volt régen, úgy mentek a lakásba, hogy két dupla ajtó volt. Igen, igen. Oda zárta, mindenki akkor kellett menni, ugye az idő nekünk meghatározó szerepet, meg munkát adott mindig, mert benne volt. A kutya végez helyre ment, így van, a villanyszerűen meg ki a drótok így közé. Így van, menni kellett, így van. Nagyon sok szilvesztert meg ünnepet töltöttünk a éjszakában meg a határban, úgyhogy... Hát meg azért de hát igen, ez ezzel járt tudomásom, hogy itt azért... Téli hát az, napok éjszakán. Igen, az nagyon kemény volt, de hát túléltük valahogy, és akkor meg letöltöttük akkor, a... Csak voltak azért olyan, ugye mentelek falvakon keresztül, voltak ugye hangulatjavító intézetek, ahol bebetértettek. Igen, hát néha muszáj is volt, mert amikor két napig mentünk egyfolytában, úgyhogy elaludtunk kocsiba, úgy arrébb lettünk fel, ilyen is előfordult, de hát kellett ilyen hangulatot kicsit fokozni, javítani. Vagy javítani. És, de aztán... Meg a fagy ellen vélekedni. Így van. De túlértük azért, de hát nagyon kemények voltak ezek a napok, de hát azt mondták, hogy ezzel jár. Igen. Nagyon ritka egyébként az eseted, bárki tudja, hogy túl nagyon ritka-e vagy sem, egy munkahelyed volt egész életedben. Igen. Igen, itt 40, majdnem 43 évet lehúztam itten, úgyhogy utána jött a lehetőség, hogy akkor el lehetne nyugdíjba, én meg kaptam az alkalma, hogy akkor próbálom másképp, és akkor eljöttem nyugdíjba, és onnantól kezdve. Hogy kell időm... a nyugdíjas éveid? Hát, hogy mondjam, munkával. Hát Csepesen nem dolgozok kevesebb, mint korábban, aztán jöttek az unokák, azokra kell sokat vigyázni. Mert Tóth Erzsóval, igen, a feleségedre a két gyereket neveltetek. Így van. Egy lány az idősebb. Már ők is családos emberek. Igen. Egyiknek egy fiú van, a lányomnak egy fia van, egy nagy 21 éves fia van. A fiamnak két kicsi van, egy 4 és 6 évesek.
Úgyhogy későn nősült meg, és emiatt most így szét van húzva az egész igen. dolog, mert a kicsik ott vannak hetente, hét napból ötöt nálunk, és ugye őkre kell vigyázni, hogy míg a szülők végzik a dolgokat, mert ugye nekik is rengeteg feladat van. Munkahelyen meg... Teszitek, hát hogy minden nagyszülőnek az álma, ha nincsenek ott már, akkor hiányoznak, mert ugye csendes a ház is, aha. meg nincs felforgatva a ház akkor úgy, mint ugye. Mert ugye ezek után olyan, mint a csatatér, mikor ezek elvonulnak onnan. De hát meg mindent csinálnak, úgy, hogy kedvükre legyen. Tehát ez így működik. Gondolom úgy van ebben más nagyszülő is, úgyhogy... Így van. Legalábbis sokan így vannak vele természetes módon. Számomra természetes módon. Kialakult nektek egy spanyol kapcsolat? Igen. Hát ez véletlenül, hogy mondjam, véletlenül, de úgy sikerült, hogy tényleg belevágtunk, mert úgy a feleségem, hogy a aszmás, meg ilyen légzési problémákkal küzdött, és valahogy csupa véletlenül talált egy ilyen hirdetés, és akkor na nem megyünk el ide, jó, menjünk el. De akkor, igen, mert mondták, hogy nagyon jó lesz a levegőváltatás, jó tiszta környezet, levegő. Tengerpart, igen, sós levegő. Na elmentünk, és onnantól kezdve akkor ez, hogy mondjam, úgy megfogott annyira, hogy onnantól kezdve nem tágítunk, évvel megyünk. Őnek itt nagyon jó közérzete, ugye én meg mint jó férj követem a feleségemet, és én még megyek vele. Őnek jó, én meg jól érzem magam, nincs, én is. Nincs is más választás. Így, nincs más választás, így követem is. Hát bár ilyen, hogy hívják legyen mindenki, jó, nagyon jó ezt a dolgot végigcsinálni, mert onnantól kezdve, és akkor neki egészségileg is jó, meg sok minden szempontból. Persze. Mindenkinek jó, akkor így most ezt így éljük az életünkre az út is. Kitartunk. A nyugdíjas éveid azért ugye munkával, egy kis kikapcsolódással. Igen. Ami azért nem is olyan kicsi, mert úgy tudom, hogy egy hónapot vagytok kint Spanyolországban. Hát igen, igen, általában utóbbi időben annyit, mert ugye... Spanyolország déli részén. Igen. Mert ugye azt mondjuk, az egészség mindennél fontosabb, hát mi igyekszünk tenni érte, hogy ez az egészség maradjon meg, hogy legalábbis ha... Vagy ne romoljon, mert ugye az idők eltelnek, meg telnek az évek, és akkor hát ebben próbáljuk szinten tartani, vagy javítani, vagy szinten tartani legalább, hogy... Mert sok minden dolog összevág, ami a jót szolgál ebben a dologban. Egy kérdés még mindenképpen fel kell tennem. Mondtad nekem, amikor beszélgettünk, hogy Svájkú Jani, aki korábban igen. volt edzőnk, az erdőgazdaságnál dolgozott. Igen. Egy nagyszerű szakember volt egyébként. Igen. Nagyon jó közösségeket épített, az ifi csapatok edzője igen. volt. Elvitt benneteket egy budapesti mérkőzésre. Igen, ez 68-ban volt. A Vasas Internacionál nemzetközi kupa meccs volt, amire ugye ő szponzorolta az egészet, ő finanszírozta az egész utat, az egész csapat elmentünk, vonattal felültünk, vonattal hajnalba, végignéztük a meccset, éjszaka meg hazajöttünk. De ő is jött velünk. Ma a csapatépítő tréning. Hát igen, most arra így lehetne mondani. Meg sokfele így elmentünk, ő tehát ilyen tényleg úgy annyira, hát kedvelt is az egészet csinálni, meg minket is, vagy hétfőnként mindig kötelező, hát nem kötelező, mozilátogatás volt, mindig a régi mozib ott, most a Somogyi Jóska fél ABC, ahol volt. És ugye minden egy sor jegyet megvettünk, mert nem tudom hány, egy sort kitöltöttünk mindig a edzés után, mentünk a hogy hívják, oda, és hétfőn ez volt a feladat, hogy mozi látogatás. Az edzés jött velünk, igaz, hogy végigaludt a filmet, de legalább ott volt velünk, és végignéztük. És de utána... ennek az intermesnek volt egy másik következménye is, mert az ugye feladat volt, hogy mindenki nézze azt a játékost, aki az ő posztján játszik. Igen, igen. És azt mondtad, hogy még ma is el tudnád mondani az Inter összeállítását. Halljuk azt az Intert. Így volt, hogy a Sarri voltak, akkor alakult ki az olaszoknál ez a 4-2-4-es felállás, ami akkor Catenaccio-nak hívták az olasz. Igen. Tehát nagyon keményen tudtak. A védekezés az a legmagasabb szinten. Igen. Igen, és akkor ugye a 4-2-4-es, akkor úgy volt a csapatuk, hogy Sarri volt a kapus, Burnic, Guarneri, Piki, Faketti, ez volt a négy védő, Bedin Suarez, Jair Mazzola, Domenicini, Corzo. Ez volt a csatásról, és akkor... Csak nehogy valaki azt kérde tőlem, hogy mondjam vissza. Hát, és akkor ugye mivel tetszett az egész dolog, hozzáteszem, kikapott a Vasas, azt hozzá kell tegyem.
tehát végül is, és akkor, hogy annyira szimpatikus, hogy megtetszett ez a meccs nekünk, hogy felvettük az azonos poszton játszó játékosok nevét. És úgy szólítottuk egymásra a pályán, hogy mint azon a poszton játszó Inter játékos. Így egymás úgy szólítottuk azon a neven. Úgyhogy... Szép élmény. Szép, igen, nagyon jó. Attila, én úgy érzem neked továbbra is a pályán a helyed. Még egyetlen kérdés befejezés, amit minden vendégemnek felteszek. Hogy érzed magad Nyírbátorban? A város, hogy tetszik? Hát én meg vagyok, teljesen jó, meg vagyok. Úgyhogy igaz, sok rendezvény nem járok el, való igaz, de hát valami mindig kötöttség, vagy valami elfoglaltság, vagy éppen ugye, a mi háttér tevékenységet folytatunk, hogy a gyerekeknek mindig, hogy a fiatal menjenek, végezzék a dolgokat, ugye nekik fontosabb ilyen helyeken megjelenni, de én teljesen el vagyok, meg vagyok, jó vagyok. Jó, akkor kész fel a búcsúzom tőled, hiszen beszélgetésünknek is vége van egyszer. Egyrészt meccsre kell járnod, hogy a futballtól semmiképpen ne szakadj el, másrészt meg a rendezvényekre vigyed az unokákat is. Hát vigyétek az unokákat is. Igen. Attila, örülök, hogy elfogadtál a meghívásomat. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm a beszélgetést. És köszönöm szépen.